Vásárhelyre látogattak a Mezővári II. Rákóczi Ferenc iskola tanulói. A vendégek megismerhették Vásárhely nevezetességeit, és holnap Szegedre is ellátogatnak. A Németh László Gimnázium sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások Minisztériumának Kárpát-Taljai akcióprogramjára. Ennek a támogatásnak köszönhetően jutottak el az intézmény tanulói 2 héttel ezelőtt Mezőváriba, és most a Kárpát-Taljai magyar diákok Vásárhelyre. Őket dr. Kószó Péter alpolgármester köszöntötte a polgármesteri hivatal dísztermében. Tolmácsolni szeretném Zán Fábián Sándor püspök úrnak, a Kárpátai Református Egyházkerület püspökének az üdvözletét, illetve minden mezővári nevében szerintem a polgármesteri, mezővári polgármesteri hivatal üdvözletét is szeretném átadni. Ha már itt vagyunk a Hódmezővásárhelyi Polgármesteri Hivatalban, a polgármester úrnak szeretnénk ezt elmondani, hogy nagyon hálásak vagyunk először is a városnak, a Dél-Alföld egyik legszebb városának tapasztalataink szerint, hogy Mezővárit felkarolta, hogy korábban is az árvizek során is már támogatást nyújtott. Nagyon sokat jelent a kárpátai magyarság számára az, hogy itt Magyarországon odafigyelnek ránk, törődnek velünk, hogy igyekeznek amennyire lehet hozzájárulni a sorsunk javításához. Valóban, mint elmondta a polgármester is nehéz, a polgármester is nagyon nehéz a mostani helyzet Kárpátalján, de minden ilyen odafigyeléssel érezzük azt, hogy érdemes otthon maradni és megőrizni a magyarságunkat. Különböző tanórákon és a Bessenyei Ferenc Művelődési Központban rendezett előadáson is részt vettek a mai nap a Mezőváriból érkező diákok és tanáraik. Mikor ideértem, kellemesen csalódtam, szóval nagyon tetszik minden, és egy kicsit a város főtere az Beregszászra emlékeztet, és nagyon szépek az épületek, gyönyörű az iskola, a sportcsarnok. A holnapi nap folyamán pedig ellátogatnak Szegedre a kárpát-taljai magyar gimnazisták. A program vasárnap zárul, és a hét utolsó napján haza is indulnak a kárpát-taljai gyerekek.